A településen belül több helyszínen zajlott az ünneplés. Az 55 éves jubileum alkalmából még szépségversenyt is rendeztek. A pécsváradi Leányvásár szépe címet Jónás Dorina 16 éves diáklány nyerte el. A megmérettetés különlegessége volt, hogy népviseleti ruhában kellett megmutatni magukat a jelölteknek. A fiatal lánya népszerű internetes szavazáson és élőben is megnyerte a koronát. Nagyon-nagyon boldog vagyok, és nem gondoltam volna, hogy ez így mind a két helyezés sikerülni fog. És hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki így mögöttem állt, a Sárközi Néptánc Egyesületnek, és mindenkinek, aki támogatott ebbe az egészbe. Az év folyamán a település legnagyobb és legfontosabb rendezvénye a pécsváradi Leányvásár. Az évtizedek során multikulturális fesztivállá nőtte ki magát a több mint fél évszázados rendezvény. Néptánc csoportok mellett ugye könnyűzenei nagy előadók, mint helyi, mint pedig országos hírű előadók is vannak. Néptánc együttesből, annak ellenére, hogy ebben az évben elég rövid idő állt rendelkezés arra, hogy megszervezzük a rendezvényt, hiszen ugye bő egy hónappal ezelőtt kaptunk zöld utat itt a pandémia miatt a megszervezés lehetőségére. Ennek ellenére 20 néptánc együttest köszönhetünk itt a hétvégén. Ez közel 600 néptáncost jelent, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép és nagyon színes paletta. Gasztroudvar, musical előadás, kiállítás, gyerekprogramok és számos helyi és környékbeli termelő kereskedő is elhozta áruját, hogy ezzel is kedvébe járjon a vásárra kilátogatóknak.